Kedd délelőtt a Kohán képtárban nyílt meg a Békés megyében egyedül Gyulán látogatható LEGO kiállítás. A hatalmas terepasztalokon a Star Wars jelenetei mellett a LEGO város hétköznapjaiba vagy a kalózok életébe is bepillanthatnak a látogatók. Emellett látványos, óriás figurák fogadják a vendégeket. A szobrok nagyon tetszettek, meg a városos, meg a Star Wars-os. Szerintem nagyon jó volt. A Star Wars-os rész és a város az volt a legjobb. 1949 óta megközelítőleg 440 milliárd LEGO kockát gyártottak. Ez azt jelenti, hogy a Föld minden egyes lakójára átlagosan 62 kocka jut. A gyulai kiállításnak némileg szokatlan módon egy képtár ad otthont, melynek az elmúlt években ugyan stabilan emelkedett a látogatottsága, de a LEGO kiállítás várhatóan annyi embert vonz majd ide, hogy pár hét alatt a több éves összesített látogatószámot is felülmúlják majd. Mint ahogy LEGO-ból szép házakat lehet építeni, úgy az életben is kövekből gyönyörű épületeket lehet építeni, és ezek az épületek ezért azért vannak, hogy közösségeké legyenek, és közösségeket is építsünk. Ez a kiállítás és játszóház is azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek is birtokba vegyék a Kohán képtárat, hiszen úgy gondolom, hogy a kultúra része, ez a magas színvonalú játék a LEGO, már-már az iparművészet szintjét is úgy gondolom megérinti. Másrésztről pedig, hogy a közösség épüljön, legyenek együtt a családok, érezzék jól magukat egy minőségi szórakozás keretében. A bárki által ingyenesen látogatható tárlat május 26-áig lesz Gyulán. Hétköznapokon 9 és 17, hétvégéken 10 és 18 óra között lehet megnézni. A terepasztalok és a nagyméretű figurák mellett három témában innovatív foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek.